2021. március 23. Már megint a Sony van a címlapokon. Nézzük, hogy miről szól a sajtó. Hát három objektívet jelentett meg a Sony. Méghozzá három fix, vagyis prime, vagy angolul prime objektívet. 24, 40, illetve 50 mm-es kiadásban. Nézzük először az adatokat. Mindhárom obi fémépítésű. A legnagyobb lende 2.8, 2.5 és 2.5. Fizikai dimenzióiban teljesen megegyezik a három obi, csak úgy, mint a filter méretben, és a súly is csak kicsit tér el. Nézzük a fókusz közelpontokat, automatikus, illetve manuál fókusznál. Nézzük a nagyítást, mindhárom objektív 7 darab lekerekített blendelamellát tartalmaz, és mindhárom objektívhez van gyárilag napellenző, amire majd meg egy kicsit visszatérünk. A három objektív bejelentése mindenképpen örömhír, számomra azonban kétszer-három furcsaságot is okozott. Fura a gyújtótáv, itt a 40 millisre gondolok. Fura a legnagyobb fényerő, itt a 2,5-ös blendére gondolok. Fura tervezésű napellenzők. Fura a hasonlóság, itt pedig azt nemrég megjelent Sigma objektív trióra gondolok. Fura időzítés, hiszen pár napja jelent meg a csúcs alapobbi 1,2-es fényerővel, az 50-es, és hát még el sem ült a por, már is bejelentették ezt a három objektívet, tehát kicsit furcsa ez a kapkodás. Fura, hogy a három obi teljesen ugyanúgy néz ki, mind a mellett, hogy jó hír, hiszen bővült a paletta, melynek a videósok is biztos örülnek. Nekem ez a hármas bejelentés viszont kicsit marketing szagú és öncélú, de lehet, hogy csak én vagyok konzervatív. Amúgy ezek az objektívek nagyon-nagyon hasznos dolgok, kicsik, könnyűek, nagyon jó fényerőkkel rendelkeznek, ha minden igaz, akkor elérhető árat ígér a gyár, fémépítés, időjárásállóság, programozható gomb, ki és be lehet kapcsolni az, hogy hangot adjon a blende vezérlő tárcsa, van autofókusz, manuál fókusz kapcsoló, rezgés csillapításról természetesen nem szólnak a hírek. Egy szó mint száz, várom, hogy mikor és mennyiért lehet rendelni ezeket, és milyenek lesznek a piaci és felhasználói visszajelzések. A magyar ára még nem ismert, $600 az Egyesült Államokban már március 24-től rendelhető. Ti mit szóltok az új jövevényekhez? Engem nagyon-nagyon meglepett a hír, meg ez az egész körítés is, és az, hogy milyen objektívekkel állt elő a Sony. Köszi, hogy itt voltatok, Isten tartsa meg jó szokásotokat, tartsatok velem legközelebb is, szevasztok!